Sziasztok! A mai videó egészen rendhagyó lesz, arról fogunk beszélgetni, hogy milyen hülyeségeket rendeltem AliExpressről. Vágjunk is bele! Mindenekelőtt elmesélem nektek, hogy miért is rendeltem bármit AliExpressről. A korábbi években jó pár dolgot rendeltem, az AliExpress olyan, amilyen, általában nagyon olcsó, de azt is kapsz a pénzedért, amiért fizettél, nem nagyon lehet megbízni benne, nagyon sok esetben nem azt kapod, ami a képen van, amit megrendelsz. Úgyhogy fenntartásokkal kezelem az AliExpress-t az utóbbi években, és már nem rendelek olyan felelőtlenül, mint néhány évvel ezelőtt. De, ahogy azt már meséltem nektek, nagyjából egy másfél hónapja volt egy kisebb műtétem, ami előtt borzasztóan izgultam, és nagyon féltem, és egy nagyon különleges érzelmi állapotban voltam, és akkor szembe jött velem AliExpress-en ő. Mindjárt megmutatom nektek, hogy pontosan micsoda is ez. De előjáróban annyit, hogy azért ő rá esett a választásom, mert nagyon-nagyon közel állt a szívemhez egy YouTube csatorna, ami nem olyan régen szűnt meg. Memento Mori. Pacsi, hogyha tudjátok, miről van szó. És hát, ha tudjátok, miről van szó, akkor fogjátok érteni, hogy mi köze van ennek a valaminek ahhoz a YouTube csatornához. Szóval abban az időben, amikor ezt a valamit rendeltem, nem olyan régen szűnt meg ez a bizonyos YouTube csatorna, ami nagyon-nagyon közel állt hozzám, és amit nagyon-nagyon szerettem. És ebben a furcsa érzelmi állapotban, amikor megláttam ezt a valamit, akkor rögtön arra gondoltam, hogy most erre van szükségem ahhoz, hogy jobban érezzem magam, és tudtam, hogy egy hónapot kell rá körülbelül várnom, és nem fog megjönni, mire túl leszek a műtéten, vagy a műtét előtt, vagy bármi. De úgy gondoltam, hogy megéri kivárni. Másrészt nem voltam benne biztos, hogy azt fogok kapni, amit a képen látok, úgyhogy fel voltam készülve mindenféle csalódásra is. Na de a lényeg az, hogy végül nagyjából egy másfél hónap alatt megérkezett, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy megnéztem, hogy mi van a csomagban. Már olyan szempontból, hogy tudtam, hogy mi lesz a csomagban, de fölpróbáltam. Előzetesen az volt a tervem, hogy itt veletek együtt kamera előtt fogom kibontani, és először felpróbálni, és láthatjátok az első reakciómat. És nagyon-nagyon sajnálom, hogy kibontottam előre, és nem láthattátok. Egyrészt azt a gyermeki örömöt, amit éreztem akkor, amikor kibontottam ezt a csomagot, illetve azt az izgalmat, hogy úristen, vajon jó lesz-e, és nem csak pénzkidobás volt az egész. Egyébként a páromtól kaptam ajándékba, hogy jobban érezzem magam a műtét előtt, és ő is ott volt, amikor kinyitottam, és az ő reakciója priceless. Nagyon sajnálom, hogy nem láthattátok. Minden esetre, most megmutatom nektek, hogy miről van szó, ezt a kisebb csomagot ő hozzá rendeltem pluszba, őt is meg fogom majd mutatni, de a fő attrakciók. Fölkészültetek? Na igen, ha ebben nem fogom kitörni a bokámat, akkor semmiben. Amikor először kivettem a csomagolásból, a párom arcára kiült a döbbenet, mivel ő is fel volt készülve arra, hogy AliExpressről nem biztos, hogy azt kapjuk, amit rendeltünk. Úristen! Ennek nem kéne, hogy legyen sarka. Mondom, nem. Ő pontosan ilyen szeretne lenni. És nem soká kiderül, hogy jó döntést hoztam-e, hogy őt választottam, vagy sem. Ránézésre egyébként baromi jó, nagyon állat, nagyon tetszik. Egyelőre még megfelel a képnek, amit láthattunk AliExpressen, és nem feltétlen egy ilyen büdzsé változat jött abból, amit fölraktak, mint kép, úgyhogy ennek abszolút örülök. És akkor nem soká fel is veszem, fölpróbálom. Egyébként előjáróban annyit, hogy az volt az érzésem, hogy inkább egy picikét nagy lett. Nem vészesen, csak egy icipicit. Ezért hoztam jó vastag zoknit, hogy teszteljem, hogy az segít-e. Mert azért azt gondolom, hogy elhiszitek nekem, hogy egy ilyen cipőben, aminek még sarka sincsen, azért nem árt, hogyha jól passzol az ember lábára, mert lesz a viselésének elég nehézsége, nemhogyha még nagy is az ember lábára. Úgyhogy hoztam jó vastag zoknit, és kíváncsi vagyok, hogy az megoldja ezt a problémát, de egyébként tényleg éppen csak egy icipicikét lett nagy, ami jót jelent olyan szempontból, hogy AliExpressen általában inkább kisebbek szoktak lenni a méretek, hogyha az ember rendel valamit. Tehát ha valaki belefut olyasmibe, amikor a méret az nagyjából megfelel az európai méretezésnek, és nem sokkal kisebb,
az egyébként jót jelent. Szóval ilyen szempontból egészen jól lehet bízni a mérettáblázatukban is. Mondom ezt, hogyha megfontoljátok, hogy szeretnétek magatoknak is egyet. Szóval nem soká fölpróbálom, viszont mindenek előtt megmutatom nektek azt is, hogy mi van a kisebb csomagban. Ő nem más, mint egy leggings. Mindjárt kicsomagolom a műanyagból, hogy ne csörögjék, zörögjék bele a mikrofonba. És nem titok, hogy azért rendeltem, hogy remekül illik majd a csizmához. És bevallom nektek őszintén, hogy ő vele kapcsolatban sem fog engem már meglepetés érni, mivel őt is felpróbáltam. Így meg tudom nektek mondani, hogy ő nem volt jó vásár. A mérettáblázat alapján elsősorban a lábhossz miatt rendeltem L-es méretet. Így is körülbelül a lábszáram közepéig ér, tehát nem közelíti meg, messze nem közelíti meg a bokámat. De csípőnél, illetve fenék tájékon, így meg elég bő és elég nagy. Úgyhogy ő nem volt egy jó vásár, és sajnos nem fogom tudni fölvenni a csizmához, úgyhogy őt nem ajánlom. Na és akkor még mielőtt felpróbálnám a csizmát, és megmutatnám nektek, hogy hogy néz ki fölvéve, arra gondoltam, hogy gyorsan megmutatom nektek összehasonlítva a másik két cipőmhöz képest. Egyrészt méret szempontjából, másrészt meg magasság szempontjából. Én is kíváncsi vagyok, mert egyébként ezt még nem mértem össze, hogy mennyire hasonlóak, és méret szempontjából melyikhez hasonlít jobban. Ugye ő egy flamingo pleaser tulajdonképpen, és ő nála mintha egy nagyon picikét alacsonyabb lenne, de egyébként nagyjából egyforma méret. Icipici különbség van a kettő között. Hogyha pedig megnézitek, ő egy ador csizma, ő egy 7 incses, a flamingo 8 incses, és ő hozzá képest azért jóval magasabb. Én bevallom őszintén, előzetesen azt hittem, hogy ilyen ador 7 incses méretű lesz ő is. Tehát nem tudom megmondani, hogy ők pontosan mit írtak, mert nem emlékszem, de valószínűleg nem azt írták, hogy 7 incses, mert nem 7 incses. És ami még érdekes egyébként, hogy a másik csizmámmal összehasonlítva, külsejük tapintásra az nagyon-nagyon hasonló, de maga az anyag az teljesen különböző, és egy nagyon érdekes anyaga van az AliExpressről érkezett csizmának, vagy nem is biztos, hogy az anyag egyébként, lehet, hogy csak van egy extra bélése, amitől borzasztóan vastag. És egyébként azt már múltkor is éreztem, amikor felpróbáltam, hogy ilyen instant gumicsizma feelingje van az embernek benne, semmi szellőzés, levegő kibe zéro. Ez egyébként igaz a pleaser csizmára is, tehát ebben sem szellőzik igazán jól az embernek a lába, de ez legyen a legnagyobb baj. Na és akkor most ugrik a majom a vízbe, megpróbálom fölvenni. Mert előre látom, hogy orra fogok esni benne néhányszor, avagy hanyat, nem tudom, hogy melyik a jobbik eset. Oké, egy csizma megvan, nem tudom, hogy mennyire sikerült jól bekötni, de egyébként, hogy is mondjam, kemény. Tehát a cipő a lábamon van, mindjárt megpróbálok benne föltápászkodni. Nem azt mondom, hogy ti ne próbáljátok ki otthon, mert ha ehhez van kedvetek, próbáljátok ki. De nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, és én is megpróbálom lehetőség szerint nem összetörni magam. Én nem vagyok annyira rutinos cipőben, úgyhogy kívánjatok sok sikert, most miközben megpróbálok fölállni, közben halkan a távolból szólhat egy kis disclaimer song, hogyha tudjátok, hogy miről beszélek. Szent Atya Úristen! És remélem, hogy még benne vagyok a képben. És látjátok, hogy mi történik. Brutál. Biztos, hogy baromi jó vádlit csinál az embernek. Mert abszolút lábujjhegyen kell egyensúlyozni benne. De egyébként nincs kivetni valóm. Azon felül, hogy egy pici izommunkát vesz igénybe, meglepően kényelmes. Azt nem tudom, hogy milyen lesz tánc közben, majd nem soká, egy kis bemelegítés után
azt is letesztelem. De egyébként kellemes csalódás ez a csizma, azt kell, hogy mondjam. Egyébként visszakanyarodva még a pleaser csizmámhoz, abból, hogyha jól emlékszem, akkor USA 8-as méretet hordok, és ebből is úgy rendeltem, hogy USA 8-as méret és az az európai 39-es méret, azt hiszem, hogy így írták a mérettáblázatba. Úgyhogy ez egy nagyon picikét, szerintem nagyobb, mint a pleasernek az USA méretezése. Tehát, hogyha van egy pleaser csizmátok, akkor számítsatok arra, hogyha ugyanazt a méretet rendelitek ő belőlem, akkor valószínűleg picikét nagyobb lesz a lábatokra. Most gyorsan elpakolok, egy kicsit még bemelegítek, és megpróbálom tánc közben is letesztelni a csizmát. Momentum more, could the day be your last on your path as you head for glory? Momentum more, have you ticked every box, every wish, now we end your story? Yeah, all the regrets in a man's heart eat away at the soul like a cancer. You can't start on your dreams cause it's damn hard. Famous last words from the man in a slam car. Thought you had the time and you'd make a way from a damn kid, now the wheels skid later, mate. Used to lay awake like every day and now you lay awake. Responde, civil play, man, you never saved the day. Never cherished, just buried every pastime. Went from young lion, lone wolf, and now the bar fly. Now you know why I let the bars fly. They say you die when your heart stops and when they say your name the last time. Making plans for the future, planning the grandest maneuvers. You understand that now's the only time you damn well can do it. So take that shit by the horns and run with a time irreversible. Since that 25th lap around momentum the sun, even terminal drop. Could today be your last on your path as you head for glory? Momentum more. Have you ticked every box, every wish? Now we end your story. Momentum more. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai videót. Én őszintén mondhatom, hogy teljesen kipurcantam. Remélem, hogy valamilyen szinten szórakoztató és hasznos volt számotokra a mai videó. Sosem gondoltam volna, hogy egyszer azt fogom mondani egy AliExpressről rendelt termékről, hogy bevált és megérte az árát, de úgy tűnik, hogy ez a nap is eljött, mert ez a csizma teljesen fölülmúlta a számításaimat. Végre egyszer azt kaptam, amit AliExpressen a képen is hirdettek. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok velem. Sziasztok! Thank you.